A testtudat nem csak a helyes testtartásban, hanem a helyes mozgásminták rögzítésében is segít. Hogy miként tudunk visszatérni a helyes testhasználatra, arról Meyerné Tóth Ágnessel beszélgetünk, akit sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Miért fontos a testtudat, és egyáltalán mi is ez, miről beszélhetünk? Hát, ha nagyon őszinték leszünk, akkor ez igazából gyerekkorba kellene, hogy kialakuljon azzal, hogy a gyerek így úgy mozog, észreveszi, hogy nekem mozog a lábam, ugye bekapja a kezét, van kezem, és ezzel kialakulna egy önhatár alapvetően, hogy mit, hogy mozgatok, hogy tudok kúszni, mászni, tehát ezen a folyamaton végig kellene, hogy menjen. És ez, ha felnőttként tovább vezetjük ezt, akkor alapvetően a testünk úgy gondolkodik, meg az agyunk úgy gondolkodik, hogy ha én valamit csinálok, akkor nekem arra kell, hogy alkalmassá tegyem. Ha én egy irodába ülök nagyon sokáig, akkor ugye a fejem előre helyeződik, vállaim előre helyeződnek, tehát megvan az ülésnek a mintája. És alapvetően, mivel én ezt csinálom napi 8 órába, ezért az agyam úgy veszi, hogy oké, akkor nekem erre van szükségem, akkor itt beszűkülnek azok a területek, amiket nekem adott esetben egy helyes tartásnál nyitva kéne, hogy hagyjak. És ezt olyan szinten tanulja meg az agyam, hogy ezt beállítja egy ilyen etalonnak, egy ilyen normálisnak. És onnantól, hogy ez megtörténik, alapvetően nem veszem észre, hogy én azt helytelenül tartom. Tehát egy ilyen nagyon kis, ilyen egyszerű minta, hogyha a mellkasom le van engedve, akkor az emberek többsége nem úgy húzza ki magát, hogy a mellkasom le van engedve, és akkor innen valamit a hátamon kijavítok, hanem ezt úgy hagyja, és így derékból megoldja. Tehát, hogy mindent meg tudunk csinálni, csak semmit nem úgy, ahogy kellene, és nagyon sokszor, hogyha eljönnek hozzám, akkor pont ezt szoktam megtanítani, mert hiába sportol, hogyha ez az agyamba egy tulajdonképpen a tudat nélküli tevékenységeimet, ez meghatározza az, hogy én milyen sporttevékenységet folytatok, akkor azt a sporttevékenységet is abban fogom végrehajtani. Tehát adott esetben nem a hátammal dolgozok annyit, amennyit kéne, hanem a derekammal. És akkor ebből jön az, hogy hiába sportolok, már igazából a testtudatom elvesztése miatt, vagy a testhasználatomnak egy másik működése révén, már azt az előnyt, amit a sport adna, azt már nem tudom elérni. De vannak mondjuk olyan sportok, amik kifejezetten segítik a testtudatnak a helyes kialakulását? Vannak. Hát az én, amit én nagyon-nagyon szeretek, az a pilátesz. Alapvetően a pilátesz az ugyanazt csinálja szerintem sportban, amit a manuálterápia. És ott szól arról, ahogy A-ból B-be mozgok, hogyan tudok csigolyáról csigolyára legördülni, tehát van egy ilyen új irányzat, vagy egy ilyen új tudományos megfogalmazása az egész gyógyászatnak most, hogy a mozgásterápiák hogyan hatnak, minek, hogy kéne működni, és azon belül igazából van egy ilyen teherelosztásos funkció, hogy akkor nem fog fájni a derekam, akkor nem fog a nyakam fájni, hogyha a mozgás nem ezekbe a pontokba akad meg. Tehát, hogyha minden mindenhez képest mozog. A jóga is egy nagyon jó irány, viszont a jóga az nagyon statikus adott esetben. Tehát különböző pózokba be kell állni. És az kevésbé, tehát nagyon jó, mert olyan pózokba kell beállni, ami mondjuk egy ilyen anti-office pozíció, egy ilyen irodát javító dolog. Tetszik ez az anti-office. Igen, így neveztem el az egyik, pont ezért. Viszont egy funkcionális edzés is nagyon jó adott esetben, csak nem arra való. Tehát, hogyha megnézzük, itt minden sportmozgás, tevékenység az onnan indult, hogy nagyon elterjedtek a szívérendszeri betegségek, agyvérzés és társaik, és akkor ugye nyilván ebben meg lehet halni, tehát a kormányzat és annó valamikor, amikor ezt az egész testnevelés órákat is felépítették, akkor ugye erre ment rá, hogy a szívérendszeri betegségeket, azokat így próbáljuk ezzel megelőzni, és akkor tanítsuk erre a gyerekeket. Viszont azzal, hogy én egy keringést, egy hát úgy hívjuk ezt kardiorespiratórikus, tehát hogy a keringés is a légzéssel kapcsolatos ilyen szívérendszeri védelmet nyújtó tornát, hogyha valaki végez, az nem feltétlen szolgálja a gerincnek az érdekét. Nem ellene hat, de ha nekem rosszul működik a gerincem, és el van vesztve a testtudatom, és a test
képem önmagamról, akkor ezeket nem fogom tudni úgy használni, ezeket az edzésformákat, hogy a gerincemre is pozitívan hasson. Az teljesen más, hogyha valakinek visszaállítjuk az eredeti mozgás mintáját, és minden tud, hogy mihez képest hogyan kell dolgoznia, és úgy megy vissza például egy funkcionális edzésre. Vagy itt az úszás. Rengeteg gyerek jön a csoda úszástól, mert ugye az úszás az mindenre jó, és akkor hú, és tanítom őket mozogni, mert hogy nagyon rossz a tartásuk. És például úszik a gyerek, nem tudom, 5 éves kora óta, és miért rossz a tartása, hiszen úszik, és akkor, mikor kérek tőle mondjuk egy sima hátizom, egy kartempót, akkor azt látom, hogy már a derekából úszik, nem a hátából. És akkor itt már ugye a hátát akkor már nem fogja egyenesen tartani, akkor a nyaka előre fog menni, és tulajdonképpen ez a, ha most így nagyon szigorúan vesszük, akkor az, hogy legyen egy jó mozgás mintám, meg egy jó testérzetem, az az alapja annak, hogy én önmagamért jól tudjak sportolni. És az edzők, például az úszóedzők ezt nem veszik észre, hogy az adott gyerekeknek rossz a tartása, eleve rosszul úsznak? Lehet, hogy észreveszik, de hogyha most a fitnessiparból indulok ki, és minden negatív érc elleni, tehát hogy anélkül, alapvetően azt feltételezi, hogy ott egészséges emberek edzenek. A másik, hogy az edzőknek nincs tartás analitikai háttere. Tehát, hogy ők nem tanulnak szerintem tartáselemzést ezeken a képzéseken, ők azt tanulják meg, hogy adott gyakorlatot, hogy lehet kvázi helyesen kivitelezni. Viszont ha már például egy csoportos óráról beszélünk, ahol mondjuk, nem tudom, 10-15 ember van, akkor szerintem az eléggé nehéz elvárás, akár az edző rész, tehát hogy nekem, mint vendégnek az edző felé, vagy irreális elvárás, hogy minden egyes vagy kliensnek így árgus szemekkel lehetetlenség. Tehát, hogy nekem a mi tornám van, az 16 éves torna. Tehát itt ezek a hölgyek egyébként 16 éve hozzám járnak, és ott az évekig tartottam, még én szépen megfogtam, behúztam, ezt így kell csinálni, és most már tök jó, mert most már csak szólok, így jelezgetek, hogy Marika, azt nem úgy, és akkor rögtön tudja, hogy mit javítson. Tehát, hogy ezeket sajnos fel kéne építeni. Tehát, ha valaki egészségért akar sportolni, akkor először azt meg kell nézni, hogy hogy van, mint van, hogy, tehát meg kell tanulni mozogni, és effektív, hogyha már tud mozogni, akkor meg teljesen mindegy, hogy milyen sportot végez, csak néha vissza kell ellenőrizni azt, hogy tudom-e még azt, amit, mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy 8 órás irodai munkát, ha veszünk, akkor egyszer kiszámoltam, most csak így nem számolok újra utána, de 70 óra egy ilyen ülő munka, és hogyha valaki nagyon ádázan minden nap elmegy egy 2 órás edzés, az 14 óra vele szembe. És akkor, hogyha még nem is jó a testtudatom, akkor még jó rá is tudok erősíteni arra a mintára, ami adott esetben rosszként kialakult akár ülő munkába. És ott jön az, hogy tehát én sportolok, és akkor mégis miért fáj ez az amaz? Hát ezért. És az, hogyha valamit rosszul végzünk mondjuk egy edzőteremben, az ronthat is ezen? Mondjuk a testtartáson? Ez is, igen, ez is kettőt. Például súlyemelőknél, hogy ha most azt nézzük, hogy a fejem elől van, akkor hátul berövidül a nyakam. És mit csinálnak, ugye? Gyúrok, és nézem magam a tükörbe. Na mert most ugye a nyakam, az szépen be van húzva, nézem magam a tükörbe jó nagy súlyokkal. Tehát ezek a nyakizmok még jobban behúznak ide. Tehát a helyes az egy egyenesebb fejtartás lenne. Nem tudatos ez is, mivel nem tanulnak tartáselemzést. Alapvetően itt az is nagyon nehéz, hogy egy edzőnél, mondjuk egy medenceállás vagy egy derék pozíciónál, az egyik kliensnél így kell csinálni azt a gyakorlatot, a másikat úgy kell csinálni. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy megtanítom valakinek saját magát. Ez az eltérésed, és ha visszamész az edzőterembe, akkor az edzőnek mondta, hogy neked ezt így kell csinálni, akár átmenetileg, akár véglegesen, tehát attól függ, hogy kinek milyen tartási adottságai vannak, és akkor a jó edző ezt el fogja fogadni. Tehát most is van egy pár edző, akivel így effektíve kapcsolatban vagyok, és akkor felszoktam hívni, és akkor elszoktam mondani, hogy figyelj neki, ez, és akkor ezt így kéne, ezt úgy kéne. És akkor ezt a jobbak, vagy a munkájukra igényesebbek azért el szokták fogadni, és akkor így szépen lehet velük együtt dolgozni. Aztán van, aki nem fogadja el, mert ő nem ezt tanult az iskolába. És ragaszkodik ahhoz. Igen, ott szoktam mondani, hogy akkor dönts el a kliens, hogy akkor hozzájár, vagy ahhoz, akit adott esetben ezt így lehet egy picit irányítani.
Mik a tapasztalatok általánosságban, mondjuk kimész az utcára, milyen az embereknek a testtartása? Jaj, milyen a stressz szintjük. Tehát ez nálunk igen foglalkozási ártalom, én szoktam mondani, amikor elmegyünk egy ilyen bálba, és akkor ott vannak a csinos hölgyek, kivágott hátú ruhába, és akkor tényleg csinos, tehát nem tudom, az tényleg csinos, de így azért az eszembe van, hogy hát azt a hátat azért lehetne ott azokat a csigolyokat kezelgetni. Tehát nyilván, de az a baj, hogy olyannyira átálltunk egy kevésbé mozgó életvitelre, hogy a gerinc az akkor működik jól, hogyha A-ból B-be tud mozogni. Tehát, hogyha a potenciái ki vannak használva. És nem szabad azt megcsinálni, hogy mondjuk van egy irodai dolgozó, tudja, hogy sokat ül, tudja, hogy tenni kellene érte magáért, és elmegy mondjuk egy súlyzós edzésre, és akár végigcsinál egy 2 óra hosszát, de alapvetően minden a sportnak effektíven minden jótékony hatását meg fogja kapni ezáltal, küllemre, izomra, keringésre, és a többi, csak a gerincét nem. Viszont, hogyha a gerinc tönkre megy, akkor meg fogja akadályozni, hogy mozogjon. És itt volt egy, hát most bizonytalan vagyok, hogy 4 évente vagy 5 évente, de van egy európai lakossági egészségügyi felmérés. Ez így 5 évente Európai Uniós kötelezettség, hogy ezt minden országban meg kell csinálni, és ott kijött az, hogy a leginkább életminőséget rontó tényező az a derékfájás, a vállfájás, a csípőfájdalom, és ezek kvázi a betegség nélküliekről beszélünk még csak, mert hogy azt tudni kell, hogy nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy ez fáj, az fájam, az fáj, ki vannak vizsgálva, és igazából semmi bajuk nincs. Akkor mégis mi fáj? És erre szoktam mondani, hogy a tartásbeli eltérés az nem látszik a röntgenen. Tehát annak nagyon sokáig kell fennállni ahhoz, hogy nekem ott egy olyan eltérést, egy sérvet okozzon, vagy bármit, hogy ez fájdalommal járjon. Tehát, hogyha mondhatok egy ilyen saját sikersztorit, egy informatikus srácsal dolgoztam együtt, és nagyon elő volt a feje, ő évekig úgy élt, és ugye amikor jött hozzám, akkor nyaki porckorongsérvel érkezett, és elkezdtünk együtt dolgozni. Nyilván nem 2 nap alatt oldottuk ezt meg, és egyszer felhívott a nem tudom, hanyadik kezelés után, hogy na most mit csináljon, mert semmit nem tud csinálni. Ha a feje ott van, ahol eredetileg volt, az nem működik, az új még nincs meg, és hogy állandóan támasztotta a fejét, hogy akkor most mit csináljon, meg hogy csináljon vele. És mondtam neki, hogy hát akkor nem tudom, mix idő után tudtam neki időpontot adni, és mikor bejött, addigra ez rendeződött, és szépen beállt a feje helyesbe. És mikor mondtam neki, hogy na most akkor tedd ide, akkor azt mondta, hogy amikor beleteszi a fejét oda, ahol eredetileg kezdtük, akkor azt mondja, hogy ez én idegen lett. Tehát, hogy azt kezdte elérezni, el se tudja képzelni, hogy élt évekig abba a pozícióba, mert az agya beállította ezt a helyeset újnak. Na most azért azt hozzáteszem, hogy eddig nem szoktak az emberek átlagba torbászni. Tehát egy mozgásmintát átállítani, azért 4-9 hónap, nehezebb esetben 1,5 év, tehát, hogy hamarabb, oké, nem fáj, akkor ezt így elengedjük. Tehát, hogy hát ezen dolgozni kell, hogy valaki ide eljusson. És itt, bocsánat, csak annyi, hogy itt jön be az a kép, hogyha tesi óráról beszélek, akkor a gyerekeknek az értékelése alsó tagozat környékén az arról szól, hogy mennyit járt ez a gyerek játszótérre, mennyit hintáztatták, mennyit pörgött, forgott, mennyit kúszott, mászott. Tehát igazából ott lenne az a feladat, ez az alsós, hogy igen, nézd, így tud mozogni, így tud, tehát analitikusan végigmenni, kialakítani ezt, ha már mindennapos testi óránk van, alakítsuk már ki ezt a testképet magamról. Már bocsánat, itt a farizmom, ezt így tudod megfeszíteni, itt a bicepszed, így tudod megfeszíteni, és mivel ez nincs meg, bekerül egy gyerekanyagod az első osztályba, és igazából megmutatják neki, hogy na, akkor ezt így kell megcsinálni, adott esetben olyan mutatja meg, aki tudja, hogy ezt hogy kell megcsinálni, de mivel a gyerek nem igazán találja, megcsinálja úgy, ahogy sikerül. És az úgy, ahogy sikerül, egy idő után nem lesz elég. Főleg, hogyha ez a gyerek, nem tudom, valamilyen edzésre szeretne menni, és rossz a testképe, és van egy olyan gyerek vele szemben, aki teljesen ügyes, és nagyon jó testképpel rendelkezik, és ott ugyanez van, hogy egy edzőnek nem kvázi feladata, vagy szerintem feladata, de most úgy, nagy általánosokban nem elmondható, hogy ő is testtartást elemezzen és társai, és bekerül ez a gyerek, aki elhivatott, aki tényleg oda teszi mindenét, minden edzésen ott van, és adott esetben azért nem tud eredményt elérni, mert hogy a testképe nem ugyanaz, és nem jön rá,
hogy na, akkor ezt a mozdulatot hogy kell csinálni. Úgyhogy a másik egyébként ilyen nagyon jó mozgásforma a tánc. Én nagyon táncpárti vagyok. Volt egy kutatás is a társas tánc kapcsolatában, és 70%-kal csökkentette az Alzheimer előfordulási esélyét. Plusz a tánc is arról szól, hogy mindent, mindenhez képes tudjuk megmozgatni. És most itt nem az orosz balettról beszélünk, jó? Tehát nem a írjuk ki magunkat változat, hanem amikor tényleg ki kell találnom azt, hogy na nekem ezt a mozdulatot melyik izmommal, milyen területről, hogyan kell megmozgatni, ezek mindig nagyon egy ilyen előnyösek. Említetted, hogy az edzőnek nem feladata az, hogy figyelje a testtartás, nem feltétlenül feladata. Saját példát mondok, az én személyi edzőmnek megy ez a fülemben, folyton a hangja, hogy húzd ki magad, melkast ki, hasad be, és folyton ez megy a fejemben, és hogy ez amióta edzeni járok, azóta ez mennyit segített nekem a tartásban. Még én sem tartok ott, ahol szeretnék, de jó úton vagyunk. Igényes edző, úgy gondolom, hogy ez csak itt az a baj, hogy itt nagyon szétválik sokszor a edzőképzés és a tudomány. És ez nem feltétlenül egy sebességgel haladnak. Tehát ez a kórizomzat erősítés a fitnessiparban teljesen mást jelent, mint már mondjuk egy tudományos körben jelent egy kórizomzat erősítése, és akkor ilyenkor egy jó edzővel ezt meg tudom beszélni, és akkor el tudom mondani neki, hogy figyelj, akkor ezt egy kicsit módosítsuk így, módosítsuk úgy. Hát nyilván az edző képzettségétől. Egy kicsit egyébként észrevenni illik. Tehát én úgy gondolom, és egyébként ez sok edző megteszi. Tehát nagyon sok edzőtől jönnek úgy hozzám, hogy az edző nem igazán tudja, csak látja, hogy valami ott nem stimmel. Most egy hastáncos hölgy jött így hozzám, hogy neki is mondták, hogy ezt nem igazán úgy használod, nem sikerül. És akkor azért annyit tudnak, és annyit illik, hogy akkor vegyük észre, hogy itt valami nem stimmel, és akkor küldjük tovább. Mondom, most már ez azért kezdődik, és egész jók az egri edzők benne, de azért nem ez az általános. Hát akkor fontos felismernünk a saját testképünket, és felismerni, hogy talán nem jó a tartásunk, és hát van segítség ezen javítani. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.